Az előzetes bejelentés ellenére a rendőrség mégsem tart mától tesztellenőrzéseket a határátlépésnél. Egyre átláthatatlanabb a meghozott rendeletek sora. A központi válságstáb korábban a határátlépésre vonatkozó szabályok szigorítása mellett döntött. Az ingázók, a külföldi vendégmunkások és a diákok is csak 2 hétnél nem régebbi negatív PCR vagy antigén koronavírus teszteredmény felmutatásával léphettek volna be mától Szlovákia területére. A belügyminisztérium határozata ezt vasárnap érvénytelenítette. A szigorítás elsősorban a határmenti területeken dolgozók helyzetét nehezítette volna. Szepsiben, a Magyar Iskola Központ építkezési területén a Vöröskereszt munkatársai még pénteken tesztelték a magyarországi vendégmunkásokat, hisz az eredeti rendelet értelmében a teszt hiányában ma már nem tudták volna átlépni az országhatárt. Azért jöttünk, hogy segítsünk ezeknek a munkásoknak, 50-en vannak, így nem kell más mintavételi pontra menniük, ahol nagyon sok az ember és sokat kell várni. Mi 1,5 óra alatt leteszteljük őket és azonnal szelektáljuk őket, ki a pozitív, ki a negatív, és a munkáltató ez alapján rendelheti el a karantént, mondja a Vöröskereszt egyik alkalmazottja. A külföldi vendégmunkások tesztelése plusz költséget jelent a munkáltatók számára. Úgy reagáltunk, hogy megszerveztük a tesztelését a kollégáinknak, ami nekünk is fontos, hogy tudjuk, hogy kollégáink fertőzöttek, nem fertőzöttek, és nagyban megkönnyíti a munkánkat, hogy a Vöröskereszt kijött, olcsóbbá és gyorsabbá teszi a mi munkánkat ezáltal. Egyébként a rendelet megnehezíti a mi dolgunkat is. Szlovákia területére november 16-a óta csak 72 órásnál nem régebbi negatív PCR-teszttel lehet belépni Lengyelországból, Csehországból, Ausztriából és Magyarországról. Ennek hiányában 10 napos karanténba kell vonulni. Az ingázókra, a diákokra, a sportolókra, a művészekre és a teherfuvarozókra továbbra is kivétel vonatkozik.